450 forint. Ennyibe, vagyis 100 forinttal került többe október 1-től Nyíregyháza kiemelt zónájában egy óra parkolás. A közterület kezelési igazgatóság az elmúlt 4 év tapasztalatai és visszajelzései alapján léptette életbe a szigorításokat, mondta el Dicső Péter. 3 fő témakörre osztató a rendelet módosítása. Egyrészt technikai finomításokat hajtottunk végre, gondolok itt a lakáskörnyéki bérlet megvásárlásának a feltételeire, az árurakodási bérlettel kapcsolatos feltételekre. Létrehoztunk egy új futárbérletet, illetve eltöröltük a sátorgarázs helyeinek a 190 darabos korlátját. Ezt azért gondoltuk úgy, hogy ezt megtesszük, mert az elmúlt években időszaktól függően mindig több igény volt, ugye ezeket nem tudtuk jóvá hagyni. Ez eltörlésre került, úgyhogy október 1-től várjuk mindenkinek az ezzel kapcsolatos igényét. A változtatások érintik a zöldrend számú gépjárművek tulajdonosait is, akik számára október 1-től megszűnt a kedvezményes parkolás. A NyírVV hivatalos honlapja szerint Nyíregyháza közigazgatási területén 3865 darab fizető és 12300 darab ingyenes parkolóhely található. Ez a Dohány utca, ahol most még ingyenes a parkolás. Ezt folyamatosan ki is használják az autósok, akár csak itt az Epres kertben, a Krúdi gimnázium környékén, de már nem sokáig. Minden körzet fizeti zónába bevont utcáról, területről lakosság igény érkezett, mivel ezek a helyszínek a meglévő fizeti zóna közvetlen közelében találhatók, és nyilván azok a városlakók, akik munkába dolgozni járnak, azokon a területeken hagyták az autóikat reggel, és délután, munkavégzés után hozták el őket onnan, így azokon a területeken az ott lakóknak nehézkessé vált a parkoló használata. Nyilván azzal, hogy majd július 1-től fizetőssé válnak ezek a területek, a lakóknak lehetőségük lesz a lakáskörnyéki bérlet megvásárlására, amivel kedvezményes áron egész évben tudnak majd ott parkolni. A lakáskörnyéki bérlet október 1-től az első autóra 6000 forint per év, a második autóra 10000 forint per év lesz, és egy lakcímre maximum 2 bérletet lehet váltani. Az állandó vagy ideiglenes lakcímkártya nélküli éves parkoló bérletek ára egyes zónákban elérhetik a 68000 forintot is. Így érdemes felkészülni azoknak is a változásra, akik eddig a munkahelyre járás miatt választották az ingyenes parkolóhelyeket, hiszen 18 új utca vagy utcaszakasz kerül fizető zónába jövő év július 1-től, egyebek mellett a Dohány, a Pacsirta, az Őz és a Zenta utca. A további részletekkel kapcsolatban a NyírVV honlapja ad pontos tájékoztatást.